Szevasztok, pergető horgászok, én Fecske András István vagyok innen a hoverek.com szaküzletből, és ki van itt mellettem? Büszkeségünk Varga Pál úr eljött hozzánk és beszélni fog nekünk egy pár keresett szót a téli csukázásról, hoverekkel, hidegvízi csukázásról. Szia Pali! Sziasztok, üdvözlök mindenkit, örülök kedves András, hogy itt vagyok én is. Téli csukázás, azt mondtad, ez lenne most a legaktuálisabb. Igen, a talán opció, nem a tavaszi, nem a nyári, mert azért a téli csukázásnak teljesen másképp kell hozzáállni. Úgy gondolatban, úgy csalikkal, úgy forgász technikával, mint mondjuk egy tavaszi, vagy nyári, vagy késő őszi csukázáshoz. Sokan abban a hibába esnek általában, hogy úgy gondolják, hogy az a jó bevált őszi csukás csalik, amivel nagyon sok halat fogtak, az fog működni télen, és ez nem így van. Elsősorban azért, mert a csuka hideg, jeges vízben teljesen inaktívvá válik. Minden kedves barátom, akár a kiállításokon, vagy új vevőinknek el szoktam mondani, nagyon fontos, hogy azt értsék meg a horgászok, hogy vannak aktív halak, meg vannak inaktív halak. Én mindig ezzel kezdem bárkinek, akinek meg szeretnénk magyarázni ezeket a csalinak a működését, hogy ezt fogadja, vannak aktív és vannak inaktív halak. Télen 95%-ban inaktívak a csukák. Tehát a hideg vízben nagyon keveset mozognak, nagyon óvatosan esznek. Ilyenkor el kell felejtenünk a nyáron jó bevált krenkeket, például ezeket a kis duci wobbereket, amit folyamatos húzással húzunk, tehát ők folyamatosan mennek. El kell felejtenünk a körforgókat, amik szintén folyamatos húzással mennek. Ilyenkor nagyon megállított, teljesen sokáig egy helyben állított csalikkal kell horgászni télen. Persze lehet fogni simán vontatott vertikál csalikkal is lehet fogni, de azt szoktam mondani, a kivétel mindig erősíti a szabályt. Tehát azért bele lehet futni így is kapásokba, de tényleg, amikor kimegyünk télen horgászni, és nincs egész nap kapásunk, az nem azért van, mert nincs hal a környéken, tavasszal volt meg ősszel, meg nyáron. Nem tudjuk, hogy hogyan kell megfogni. Egyszerűen nem hajlandó megmozdulni a csalinkért, mert télen nem mozdul meg a csuka. Nagyon a közepébe vágtunk, így rögtön ennek a témának, azért annyit el kell mondanunk, hogy itt most wobberezésről lesz szó, és most is arról beszélünk. És akkor, ha jól vettem ki a szavaidból, az történik, hogy kell hagyni egy ilyen nullponti támadási esélyt ez a csukának. Így van, hogy... ez a nullpont, ez hogy lelejjel számszerűsít, ez a nullpont, ez minimum 5 másodperc. Minimum 5 másodperc. 5 másodpercig, hogy a látóterébe kell hagyni a wobbert, a wobberről beszélünk, de ez lehet ez gumihal is, tehát nem kifejezetten wobberezés, a téli csukázás elsődleges célja. Lehet gumihallal is fogni, de szintén, ahogy elmondtam az elején, hogy nem a krenkeket bedobjuk, és a krenkek azok folyamatos húzással mozgók csaliket erre van kitalálva, ami nyáron például egy bokorsor fölött elhúzzuk, feljön értek, így olyat a csuka, majd csuka nem igazán krenkes műcsalira ragadozóha, tehát jobban szeretne a minnókat, meg a gumikat, meg a vasakat, körforgókat, de viszont mondom, krenkel is meg lehet őket fogni, hanem gumival is meg lehet fogni, de ilyenkor is sokkal-sokkal eredményesebb a téli csukázásnál a hagyományos gumizáshoz képest. Egy gumit hogy tudunk vezetni? Általában fűrészfoggal és azon belül többféle rázogatással, stb. Hogy megemeljük a gumit, leesik, megemeljük, leesik. Ez egy folyamatosan mozog a csali, nem nagyon érdekli, viszont egy lebegő csalit, ami például nagyon-nagyon népszerű, a Crazy Fish Floating gumik, amik nagyon népszerűek tényleg, amióta elterjedtek, nem véletlenül gyártják őket is, és azóta akik használják, nagyon sokat fog vele, köztük én is sülőre és csukára is, és mondom, téli pecáról beszélünk, akkor inaktív a hal, amikor nem nagyon érdekli. A floating gumit belemelünk, leesik, ott hagyjuk. A gumi föláll, így áll a fenéken, a legkisebb áramlattól, és ott hagyjuk, semmit nem csinálunk. Akkor a gumizás tekintetében jól értem, hogy a drogfot is egy nagyon aktív, vagy nagyon jó működő téli technika, de ott kell neki hagyni, ott kell neki hagyni, minimum 5 másodpercig egy helyre legyen. Tehát a gumi úgymond az áramlatban végez a saját kis dolgát, a lebegés, fontos az ízesített csali, ami kiváltja, ami érzi azt a... Hidegvízben is jól szerepnek ezek az ízek? Kifejezetten, tehát sülőzésnél például hidegvízben az ámis, meg ezek külsülőnél verhetetlen csali az ámisos ízesített. Tehát akkor jegyezzétek meg, ez egy jó kis hack, egy ilyen horgász lifehack, hogy ízesített csalival a téli időszakban is sokkal nagyobb sikert fogjuk elérni. És mindjárt visszakanyarodunk még a gumikhoz is,
újra, én azt javaslom. Megmutatom az én kedvenc téli csukás csaljaimat. Na most már elhoztam. Na most beleadtuk egy verseny horgász titkaiba. Hát nálam, aki ismert közelebbről, mindenki tudja, hogy első számú csaljaim csukára ezek a Megabass Vision Vanten Minó csalik, és ebből is általában a levegő szériák. Tehát ezek a legjobbak. Mutatottunk közelebbről? Hogy ne, ez azért mutatja, hogy ezt már... Ezen azért jó pár támadás van, nem tudom, hogy a kamerában látszódni fog-e, de azért itt a csuka már megrágcsálta. A másik oldalról megfogyódott szeme sincs van szegénynek, elég kár érte, de végül is annál több örömet okoz ez a harci sebesüléseket szerzett csali. Tehát én nálam, nagyon praktikusak ezek a dobozok, én nálam így van a szépen bestokizva, ezek csak a vizsonyjaim. Tehát ezek mind vision csali. Nagyon fontos, amikor kimegyünk horgászni, legyünk, én úgy gondolom, legyen nálunk egy nagyon attraktív színű csali, meg legyen nálunk egész sötét színű csali is. Ez nagyon fontos, mert... A vízátláthatósága szempontjából melyik? Ez egy nagyon érdekes téma, inkább az, hogy a napsütés, és inkább az, mint a vízátláthatósága. Már van úgy, hogy a legtisztább vízben is ezekkel az élingszínekkel fogunk halad, viszont zavaros, opálos, szemcsés vízben ezek a sötét, világosabb színű bobberek, ennek sokkal nagyobb kontrasztjai vannak, és az óvatos hal ezeket jobban megeszi. Ez is nekem egy nagy kedvencem, ez a fekete például. És a fekete mellett a csártós szín, tehát ezek az erőszínek, vagy a narancssárgák. Én nem is használok gyakorlatban kis halszíneket, tehát ilyen küszíneket én nem ezek... használok, ilyen tudod, a jó. Az amikről beszélünk, azok most a Megabass Vision Vantenek, és ezeknek a színeit mutattuk most meg. Igen, és akkor vannak itt például, tehát ezek az attraktív színek, ezek pedig az ilyen sötétebb színek. Ez igen, szoktam variálni őket, ilyen kis horgokkal is lehet még kívánatosabbá tenni, hogy mint a tényleg kis uszonya, ami ismer a hal, a sügérnek az uszonyai, vagy arancsok általában azért. Ha nagyon óvatos, nagyon óvatosan kezeli a dolgot a csuka, akkor mégis állják el. Jó, igen. Muszáj megkérdeznem, mert ez most így jelen pillanatban az eleveningbe vált, hogy ezek ugye mind suspend dobberek, amikről beszélünk? Nem. Ezeknek a fele suspend, fele floating, fele high floating, gyorsan felúszó, slow floating, lassan felúszó, lassan süllyedő. Én szoktam belőlük suspend, tehát gondolom megláthatod, hogy a hátukra van írva, hogy suspend rövidítések. Igen. Ezeket én állítottam be otthon egy ilyen kis akváriumban, hogy suspendek legyenek, és nagyon egyszerű volt a dolog, semmi más nem kellett hozzá, mint egy más méretű kulcskarika, vagy egy más méretű, kicsit vastagabb húsú forog, és nagyon szépen be lehet állítani. És akkor visszatérünk, hogy miért kell ezekre nagyon odafigyelni. Hát, vegyük a leszerűbbet. Ez az elbow rendszer, ez a legújabb fejlesztés, ezek lassan felúszók, és látod, itt csak egy kettes horog van. Nem azért, mert elfogyott a hármas horgom otthon, hanem azért van kettes, mert ezzel van még pont az az egyensúlya, amivel suspend lesz a, a lassan felúszóból. Megmutatjuk ezt? Igen, igen, közben tovább is. Mennék. Ezeket a Twitch wobblereket használom kivétel nélkül, ezeket nem tudom mennyire látszik, hajszál vékony, ilyen 0-2-es wobblerek, nem kell kapcsolat semmit használni hozzá, és ez elárulok egy... Nem wobbler. Twitch előként, bocsánat. Így van. Igen. És elárulok egy apró titkot, ez azért, nézd meg, az én wobblerében egyiken sincs kulcskarika, gyári kulcskarikát leveszem az orraiból, mert a japánok azért használják a kulcskarikákat, mert ők fullkarbon zsinort egyenesbe belekötik, tehát rendes kötésen belekötik, nincsen bármilyen csukóval, és úgy használják mi, kapocsa használjuk előkérül, nem csukáznak ők, mindenféle fekete sügérnek egy-egy blokk is, meg ilyen halakat a horgásznak. És a kulcs, mondom, egy kulcskarika változás is elmúlítja a wobblernek az egyensúlyát. Ez egy lassan felúszó wobbler volt valaha, gyárilag. Én kicseréltem rajta egy pár erősebb horgot tettem, de viszont előre már kettes horog kellett. Nagyon egyszerű, kapos nélkül 2-3-at fordítunk, és megvan az előkés kötésünk. Én ezt versenyeken is így használom. Megmutatom, hogy ez egy felúszó wobbler volt valaha, és most egy ilyen gyönyörű suspend wobbler lett belőle.
azért felúszik most is csak lassan. Felúszik, igen, csak az a baj, hogy kevés víz van az akváriumban, hogy én azért ezt kárba jól ki egyensúlyoztam. Számít egyébként az, hogy milyen vastag zsinort kötünk be az előke elé? Persze, hát, és szuszperbóvereknek oda kell figyelni, nem baj, ha esetleg lassan elkezd, nagyon lassan elkezd. Neked mond, kérlek, én látom. Jó, tehát nem baj az, ha lassan elkezd merülni a bóverünk, mert a zsinórnak, annak a 20 méter zsinórnak azért van egy felhajtó ereje, és ő orr föl fogja tartani a bóvernet, mm-hmm. Erre azért figyeljük oda, és mindig egy picit orra, főleg ennél a bóvernél nagyon odafigyeltem, hogy orra billenjen, mert ez már az új elbó rendszerű megabasz bóver, ami azt jelenti, hogy egy körülbelül egy ilyen 15 fokos szögben már előre szalad a súlypontja. Tehát ha hátul lenne, még itt akkor így egyszerű bemutatom, tedd hátra, csapd meg, hogy a mágnes elengedje, úgy, és ha így esik vízbe, már mindjárt így áll. És hát ugye ez nem történt. És látod, hogy már az előke megtartja, tehát most megvan az a távolság, már rögtön szuszpendett az a bóver. Tehát az elő szuszpendenne ennyi víz lenne benne. Mutatok egy másikat, ami szintén... Más-más víznek egyébként más a felhajtó ereje is, úgyhogy itt kevés víz is van egyrészt, másrészt pedig ugye a hideg víznek, mint tudjuk. Így van, azért egy picit más a felhajtó ereje, de mondom, a zsinórnak azért van már annyi. Tehát a zsinóra, hogy végig 20 méteren áll a vízbe, pont annak annyi kitartást megtartja, mint egy kis faág, vagy egy kis karontartás. Tehát akkor nagyjából ott tartunk most jelen pillanatban, hogy majdnem mindenből, amiből tudsz télen csukázol velük, ebből szuszpendet csinálsz, igen, ahogy tudsz. Kulcskarikával, nehezebb horgokkal, hogyha egy lassú felúszóra beszélünk. Hogyha eleve szuszpend a bóveretek, akkor ezzel nincsen baj, mert akkor eleve lebeg a víz közt. Ez azért kell, ugye, azért hogy meg kell nézni, hogy minőségi szuszpend legyen, mert vannak a AliExpress-es szuszpendek, amik mint a tégla ímerülnek el, sőt, ez a bóver is, ez tengeri bóver. Teljesen más, és egy pár forog cserével, más méretű horgokkal. Egy tök jó szórakozás ilyenkor télen egyébként. Ja, igen, előre toljuk a golyó rendszert benne. És igen, kellene egy kis víz még bele. Tehát ha nézzétek meg, előkébe tartom, hogy áll a bobber. Tehát a zsinórnak körülbelül ennyi tartása van. Gyönyörűen áll. Kicsit több víz lenne, hogy ne tud, tehát azt a magasságot nagyobb akvárium lenne, akkor tökéletesen látszana, hogy hogy áll víz közt az egész holderő. Én azt gondolom, hogy én is, meg a nézők is el fogják neked hinni, hogy ez a módszer működik. És most beszélj, a lényeg akkor. És most beszéljünk egy kicsit, lépjünk tovább, beszéljük a lényegről tovább. Miért kanyarodtunk el ebben a minnós és szuszpend témában elsőképp és legfőképp? Először is azért, mert télen csukától elvárjuk olyan kapást, és aki azt mondja, hogy ez így volt, az hazudik, én szerintem, hogy belever, bam, elviszi a csali. Nem. Nekem még sose volt ilyen a csukája. De egy békázás volt nyáron, de egyébként máskor is. Egész évben elég agresszív a csuka kapása, viszont télen annyit tesz a csuka, hogy előtte van a bobler, és oda megy és áll és nézi. És ezért nem kell elhúzni előtte, mert nem fogja érdekelni, hanem jön egy ilyen imbolygó bobler, ami imbolyog, megáll és ott áll. Uh-huh. 5 másodpercig, legalább 5-10. A profit, én nézem az Balkán videókat, ott általában 5-10 másodperc közé, minimum 5-10 másodperc közé teszik ezt a pontot, ezt az időt, hogy álljon el a bóver, ott áll előtte. Támadási így van. Twitch-elős technikával kettőt belehúzunk, ilyenkor ezek a bóverek kitörnek jobbra-balra, gyakorlatban előre jönnek talán 20 centit, de még annyit se. Vissza is adjuk neki rögtön a zsinórt. Nem orsóval húzunk, hanem csak beleütünk. Nagyon fontos, hogy visszalazítjuk a zsinórt, tehát nem úgy, mint a gumizás. Sokan, akik nem twitchelnek, rögtön ebben az első hibában esnek, feszesen tartják, nem tudja ezeket a nagy kanyarokat, hanem elhúzza előre. Bobert, a twitchnek az a lényege, hogy jobbra-balra megáll. Szünet, jobbra-balra megáll, és még mindig itt van előtte. Oda megy a csuka, áll és nézi. Tényleg. Tehát az inaktív csuka áll és nézi. Meghúzzák, van egy pici kis csörgő hangja. Álló helyzetben ezek az összes woberek így billegnek, mint a Kejfel Jancsa víz alatt. Tehát van ilyen billegésük, ettől kap hülyét az inaktív csuka is, ettől megy oda. És télen csukakapás ennyi. Ennyi csak. Azt szoktuk érezni, vagy bel akarnánk húzni, és puf, rajta van. Nincs az, hogy belerongyul, mint ősszel, belerongyul, mint nyáron. Inaktív.
Ezért kell legyen, hogy suspend holderek, nem a felúszók, nem fogja érdekelni. Ott álljon előtte. És egy akármilyen floating felúszó holderből is tudunk nagyon könnyedén csinálni suspend holdert. Ne süllyedő legyen, lebegő vagy nagyon-nagyon lassan lebegő legyen. Ezt egy kád vízben vagy egy távol, hogy bármiben be lehet azért elég jól állítani. Tip 2. Ez a lényege a téli csukázás, ez a téli csukázásnak. Tip 2 és a legfontosabb a mai adásban, ahogy a Pali szavaiból kivettem, ne legyetek restek, vegyétek elő a Vogler készleteteket, tél van, úgy sincs más dolgotok, minden be van fagyva, szerezetek valahonnan egy jó nagy távizet, és kezdjétek el megnézni, hogy a suspend Vogleraitek valóban suspendek-e, illetve, hogy azokból a Voglerekből, amikkel eddig jól fogtatok, különböző nehezékekkel, tehát kapható ilyen Vogler súly, amit fölragasztasz alá, és ami szintén nehezíti, le se lehet róla szedni, de a lényeg, hogy tudtok belőle suspend wobblert csinálni, ugyanis ezek a nullponti támadási periódusok a csukánál télen nagyon lassúak, állva kell hagyni a wobblert, és hogyha ezt így csináljátok, sokkal sikeresebbek lesztek. No, mivel menjünk tovább? Mi ez az előke, és miért számít egyetlen, hogy milyen hosszú, és miért effektív ez ilyenkor? Hát szerintem egy nagyon jó színe, nem látja, tehát nem ezüstszínű, nem csillog, elég természetes a vízbe neki. Akár úgy gondolhatja, ilyen színű dolgokkal találkozik a víz alatt természetes körülmények között, mint egy kis fűszál, egy kis elkorhat látszál, vagy bármi. Viszont a twitchelőkkel nagyon fontos ahhoz, hogy ezt a twitchelős mozgást megcsinálja. Fluorkarbonnál nem igazán jól adja ki maga Wobbler a tudását, amiért megtervezték a mérnökök ezt a Wobblert. Mert ezek tervezett, tudatosan felépített, tudatos súlyrendszerű Wobblerek. Ez a legújabb fejlesztésű Elbow Vision, ez a 2019-es év Twitch vagy Dark csaliai, a régi hagyományoshoz képest, abban különbözik, hogy ebben két golyó volt a távdobórendszer, visszagurult, megtartja az egyensúlyát, csak megtartja a működését, így van. Ebben az Elbow modellben viszont egy kihúzott, kifeszített acél szálon, száz nem tudom hány darab golyóból álló kis csapágyrendszerrel ellátott ilyen csúszka, ilyen kis nehezék csúszka van, ami tömegben is nagyobb, és a gyártó állítása szerint 20%-kal, és miért nem mondani igazat, 20%-kal hosszabbat tudunk dobni, tehát nagyobbat, és pontosabbat is, és a legkisebb mozdulattól is. Az a baj, hogy nincs nálam most itt egy átlátszó ebből a szériából, de tényleg én kipróbáltam meg, ennyi mozdulattól már visszaszaladott, vissza tud gurulni a golyók, mert még nem gurultak egyiktől vissza, csak akkor erősen behúztuk, akkor gurultak vissza a helyükre. Beszéljünk arról, hogy egy közepes vízen, értem. Beszéljünk arról még egy pár szót, hogy egy közepes vízen hol keressük a csukát ilyenkor. A közepes vízen mondjuk egy éppen be nem fagyott tó, most nem folyóvízről beszélünk, hanem tavakról, állóvízről. Hol keresünk ilyenkor a csukát? Akár víz közt, ilyen, erre nincsen az általános szabály. Nálam az a tapasztalat, ez a saját tapasztalatom, télen, ha van melegfront, tehát kifejezetten kicsit a nap melegfront van az országban, vagy a környékünkben, az megmozdítja a csukákat, még a jég alatt is. Tehát ez tényleg még a lékes korunkból, amikor még annak idén is úszóval lékeztünk, néhány 10 évvel ezelőtt, korábbi csapattársammal is, a Talsóimisivel, arra következtetésre jutottunk, melegfront van, mindig fogtunk légről kishallal csukákat ezekkel a régi hagyományos módszerekkel, és ez mai napig működik, tehát ha melegfronti hatás van, menni kell horgászni. Ha ne kapcsoljuk be a tévét, na ezt már a Miki is elmondta a múltkor, hogy ha pezsdül a víz, akkor azonnal ott kell hagyni a távirányítót. Így van. Csuka szereti, süllővel ellentétben szereti az alacsony légnyomást és a légnyomás esését. Tehát nem emelkedését, esését, a csuka szereti, aktívan szokott válni, nyáron és ősszel is. Ezt versenyen szoktuk tapasztalni, hogy elfelejtsük ilyenkor már a süllőhorgászatot, a több opció is van egy adott vízen vagy pályán. Elkezdjünk az leelső légnyomásban, az alacsony légnyomásban csukázni. Akár csak a harcsa a legalacsonyabb légnyomást szereti, akkor lesz aktív, viszont télen megint csak gumizás közben tapasztaljuk, téli tiszai horgászatokban, hogy ha meleg front van, a harcs is meg szokott mozdulni, és eszik. Tehát ebben akár 2 fokos vízben is tudunk szájba fogni harcsát, mert mozognak, látjuk a mozgásaikat, a pörsöket, a burványokat, mindent a tisztán látjuk, és be is szoktak köszönni süllőzős cucra, elég komoly harcsát is. Tehát ez külön nagy öröm szokott lenni, de ez meleg frontnál, hideg frontnál általában
nem, nagyon nem eszik ez a versenyek, és visszaigazolták akár az IPCC-k is, hogy hideg frontot kaptunk be a versenyeken, akkor nagyon ne, vagy betört déltől a hideg front, egyszerűen olyan szinten lehet haladfogni, tehát mondom, a kivétel mindig erősíti a szabályt, mert sok csapat van, úgyis fog egy pár csapat, egy pár halad, de közel nem azzal a hatékonysággal és tempóval fogják, veszik fel a mellényeket, sárulna az egész tó, hogy halfogás jelezzék, mint mondjuk egy sima egyenletes frontnál, vagy egy meleg frontnál. Oké. És hogyha egyetlen dolgot kérdezhetek még ide a végére ennek az adásnak, az az lenne, hogy mi Varga Pál extra tipje ezekben az időszakokban, ezeken az egyébként fantasztikus tanácsokon kívül? Hát mondom még egyszer az, hogy ott kell hagyni neki, sokáig. Én türelmetlen pecás vagyok, nekem ez egy nagyon kihívás az, hogy ott tartani, semmit nem csinálni, 5 másodpercig számolgatni, nézni a tájat, megint belehúzni, megint 5 másodperc, és mondom, visszakanyarodunk a gumikhoz is, a levegő floating típusú gumikhoz is, akár a crazy fish vibrohornokhoz. Lejtjük a gumit, tegyük fel most egy gumit, de tudunk hozni, már van több ezer a gumit. Szerintem ezt most beszéljük, mert a következő adásban is tehetsz. Csak egy mondatba akkor szerettem volna kikanyarodni erre. A gumi lássik, megáll, és ott áll, és ott kell hagyni neki. Nem ahogy szoktuk hagyományosan, lehet fogni úgyis egy keveset, vagy egy-két aktív kis apró csukát, de tényleg az, hogy sokat fogjuk, ott kell hagyni, lebeg 5 másodperc, megint megemeljük, megint letesszük, nem fekszik el, akkor feláll, lebeg. És ahogy a wobblernél oda megy, és ennyi a kapás, guminál is az lesz, fogja nézni, lehet megmozdítjuk, akkor oda megy, nem fogja. Tehát ez a téli csukázásnak, én úgy gondolom, hogy ez sokan nem fejtik meg. Már ugyanúgy dobja, tekeri, egy héten egyet talán fog, ha minden nap le tud menni valaki horgászni, de az, hogy igazán hatékonyan horgászunk tényleg csukára, a legfontosabb az, hogy nagyon türelmesen ott tartjuk a látószögére, előtte a jó ízesített, jó mozgó, jó csalikat, és nekünk is persze hinnünk el a csalikba. Szóval, kedves nézők, Varga Pál volt a vendégem ebben a téli csukázós adásunkban. Gyönyörű wobbereket láttuk, hogy suspend wobberekkel, floating gumikkal, lassan vezetett csalikkal, megállított csalikkal tudunk igazán effektívek lenni. Következő adásunkban ugyanez a témakör lesz, csak a másik oldalról megnézve, ott a gumikról fogunk beszélni szintén Varga Pállal. Én köszönöm, hogy eljöttél. Nagyon szívesen. Nagyon sok jó tanáccsal lettünk gazdagabbak, és akkor veletek itt egy legközelebbi adásban. Peace, sok halat! Sziasztok!